napját látják. Acél Réka vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Ciklus határok között. Ülésezett a régi közgyűlés, új szemlélet jöhet ősszel a képviselő szerint. Mentők, riasztások a Hőségben, hétvégi összesítő Baranyában. Utazások és termékek mozgása. Figyelni kell a szabályozásokra a nyaralóknak. Keresztelő Szent János napja. Horváth nap Nagykozárban. Ülésezett a pécsi közgyűlés még a régi összetételében kedden. Az újra választott képviselő szerint októbertől új szemlélet lesz majd jellemző a testület működésére. A kialakult erőviszonyok nem biztosítanak többséget a városvezetőnek. Ülésezik a pécsi közgyűlés egyelőre a régi összetételben június 25-én. Ez a képviselőtestület októbertől átalakul. A választók döntöttek, októbertől új serif érkezik a városba, úgy hívják, hogy civil kontroll, és e tekintetben nagy várakozással tekintek a következő pár hónapra, hiszen remélem, hogy elkezdődik egy kedvező folyamat a helyi politizálást illetően. Azonban a keddi ülés még nem a változást tükrözte a képviselőnő szerint. Rögtön volt egy olyan előterjesztésünk, amelynek során komoly vagyoni gyarapodáshoz segítették volna hozzá egyik DK-s képviselőtársunkat, hogyha nincs olyan szemfüles képviselő, aki átlát a szitán. Ezen kívül én személyesen sérelmezem, hogy személyi kinevezéseknél egy éves időtartamban gondolkodik még a jelenlegi városvezetés, miközben az új városvezetés minden bizonnyal ezeket a személyzeti kinevezéseket teljesen jogosan felül fogja vizsgálni. A DK-s Aut István képviselő volt érintett abban az ügyletben, ami az ingatlanához köthető önkormányzati telek megvásárlását engedte volna meg. Az igazgató megbízásának hosszabbítását pedig a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft-nél kezdeményezte a baloldali városvezetés. Októbertől a polgármester marad, de nem lesz mögötte többség. Így akár egy-egy képviselő szavazatán is sok múlhat. Bognár Szilviát alpolgármesteri pozíciójából Péterfi Attila vezetésével távolították el, méltatlan körülmények között. Felmerül a kérdés, hogy tudnak-e ennek ellenére együtt dolgozni. Az elmúlt 30 év leggyalázatosabb hentes munkáját hajtották rajtam végre, de ezt el kell, hogy higgyék nekem, és erre talán az elmúlt 3 év is bizonyíték volt, hogy én ezt a helyzetet felül emelkedetten kezeltem, mert pontosan tudtam, hogy ezek nem feltétlenül személyes ellentétek, hanem pártpolitikai erőviszonyokat képeztek le. Úgyhogy én az új kurzus elé ezzel az optimizmussal állok, hogy ilyenfajta gyalázat nem történhet meg senkivel sem, hogy akár egzisztenciálisan eltiporják, hanem koncentrálunk arra, hogy mi a közjó és mi a pécsieknek a legjobb. Vagyis lehetséges együttműködés olyan ügyek mentén, amiket hasznosnak, jónak ítél meg a képviselő. Ha nem ez a meggyőződése, akkor nem szavazza meg az adott előterjesztést, nem lesz politikai nyomás rajta, mondta a stábunknak az újra választott képviselőnő. Lezárult az idei első hőségriadó, mely igen nagy terhet rótt az országos mentőszolgálat dolgozóira. Több száz mentési feladatot végeztek a hétvégén a mentősök a régióban. Többnyire vérnyomás ingadozás, mellkasi panasz, fejfájás miatt riasztották őket. Szerencsére halálos áldozata nem volt a Hőségnek térségünkben. Az elmúlt héten elviselhetetlen kánikula volt, érvénybe lépett a vörös kód is. A napi munka elvégzése valamennyiünk számára többszörös nehézségekbe ütközik, még akkor is, ha légkondival kompenzálunk a belső térben. Drávavölgyi Kassz Judit mentőt is számolt be a hétvége időjárásának következményeiről. A mentési adatokat szemlélve elmondhatjuk, hogy a régióban napi lebontásban körülbelül 450-500 mentési feladatot végeztek a kollégáim. Baranya megyében ez a szám körülbelül 150-200 darab volt. Pécs és vonzás körzetében ennek körülbelül a harmadát mondhatjuk. Ez, hogyha egy átlag napot szemlélünk, akkor összehasonlítva körülbelül 5-10%-os emelkedést jelentett. Az ájulások, rosszul létek, fejfájás nem ritka jelenség ilyenkor. A keringési problémákkal küzdők, szívbetegek sokkal nagyobb veszélynek vannak ilyenkor kitéve. Többségében az volt jellemző, hogy általában ilyen vérnyomás ingadozások, mellkasi panasz, fejfájások miatt kértek segítséget a
betegek, az mindenképpen elmondható, hogy a krónikus betegségben szenvedő embereket minden esetben ez a nagy hőség megvisel. A régió területén sajnos a kollégáim több esetben is találkoztak keringés légzés leállással. Az időben megkezdett mellkaskompresszióknak és az emelt szintű beavatkozásoknak köszönhetően kettő esetben ez sikerrel zárult, és a betegeket kórházakban tudtuk átadni. Sajnálatos módon a közlekedési balesetek is jelen vannak, amikor nagy a hőség. Ilyenkor kisebb a koncentrálási képessége az autósoknak. A régió területén ebben a három napban sajnos több közlekedési baleset is történt, melyek többsége általában könnyűnek imponáló sérülésekkel zárult, azonban kettő esetet mindenképpen ki kell emelnünk. Tolna vármegye területén történt egy kamion és személygépkocsi ütközés, ahonnan egy középkorú férfi súlyos mellkas és hasi sérülésekkel szállítottunk kórházba, illetve Baranya vármegye területén egy rollerrel közlekedő gyermeket személygépkocsi gázolt, őt az első ellátás, stabilizálás, fájdalomcsillapítás és rögzítéseket követően súlyos csontsérülésekkel adtunk át a területileg illetékes kórházban. A hőség igen nagy terhet rótt az országos mentőszolgálat dolgozóira. Több száz mentési feladatot végeztek a hétvégén a régióban. A hőség még nem múlt el, a nyár jelentős része vissza van. A mindenkori jó tanács a sok folyadék fogyasztása, és a déli órákban ne tartózkodjunk a napon, könnyen napszúrást kaphatunk. A nagy melegben nő az infarktus veszélye is, valamint alvászavar is előfordulhat. Rövid híreink következnek. Zag Gábor jelenleg még DK-s alpolgármester, és Aut István jelenleg még DK-s önkormányzati képviselő körzetében is úgy döntöttek a pécsi választók, hogy felrúgják az eddigi hatalmi berendezkedést, és leváltják Zagot és Autot önkormányzati pozícióikból, írja a Pécs Aktuál. Ebben a két körzetben a Fidesz-KDNP jelöltjei Barkóczi Csaba és dr. Ciráki Attila kapták a legtöbb voksot. A baloldal azonban megtámadta a választás eredményét különféle okokra hivatkozva, azonban meggyőző és alapos bizonyítékokat nem sikerült felmutatniuk. Emiatt mindhárom jogi testület, a helyi választási bizottság, a területi választási bizottság és végül a kúria is úgy döntött, alaptalanok a kifogásaik. A kötelező akciózással, amelynek köszönhetően a családok olcsóban juthatnak olyan alapvető élelmiszerekhez, mint a kenyér, a hús, a tej vagy a különböző zöldségfélék, a kormány letörte, majd alacsony szintre szorította a háborús inflációt. Az intézkedés elérte célját, így az július 1-től kivezetésre kerül. Ugyanakkor a kormány a kiskereskedelmi árverseny fenntartása, élénkítése érdekében továbbra is működteti az online figyelő rendszert, jelentette be keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kötelező akciózás rendszerét a kormány a háború és az elhibázott szankciók okozta inflációs sokk leküzdése a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében tavaly vezette be. A június 9-i viharos időjárásban villámcsapás érte és tette tönkre Pécsen a 6-os főút, Acsádi Ignác és Páfrány utcai kereszteződések, valamint a Szigeti és Magyarőrögi út kereszteződésének jelzőlámpás forgalomirányító berendezését működtető vezérlő berendezést. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a káreseményt követően a szakemberek haladéktalanul megkezdték az új vezérléshez szükséges alkatrészek beszerzését, összeszerelését és felprogramozását, amelyet kedd délután a helyszínen sikeresen beépítettek, így a jelzőlámpák újra a megszokott módon üzemelnek. Sok kellemetlenségtől, felesleges adminisztrációtól vagy plusz költségektől óvhatja meg magát az utazó, ha ismeri az unión belül és kívül az utazáskor milyen szabályok vonatkoznak egyes termékekre. Az EU-n belül a legtöbb termékre nem vonatkoznak szigorú előírások. Azonban mindenképpen tájékozódjanak a nyáron útrakelők a célországban érvényes szabályokról, mondja a szakember. Különböző szabályok vonatkoznak az unión belül és az unión kívülre történő utazásokra, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Ha az EU-n belül utazik valaki, akkor a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Kivétel a veszélyeztetett növény- és állatfajok, fegyverek, alkohol, dohány, illetve a gyógyszerek és a házi állatok. Ha rendszeresen szedünk gyógyszert, akkor csak olyan gyógyszermennyiséget vihetünk magunkkal, amit a szakorvos felért számunkra. Ezért fontos az, hogy igazolással rendelkezzünk erről.
Abban az esetben, hogyha kisállatot viszünk magunkkal, csak és kizárólag kisállatútlevéllel vihetjük magunkkal, ezt a kisállatútlevelet pedig állatorvos állíthatja ki. Ha az unión kívüli országba utazunk, akkor onnan szigorú szabályokkal vagy egyáltalán nem hozhatók be bizonyos termékek. Egyes termékeknek a behozatala teljesen tiltott, egyéb termékeknek pedig engedélyhez kötött. Például olyan növényeket nem lehet behozni az unió területére, mint például a vetőmagok, vagy pedig bizonyos növények feldolgozott formái. Az állati eredetű termékeknél is oda kell arra figyelni, hogy mit enged meg a szabályozás. Tehát ha például unión belül utazunk, vagy unión kívülre utazunk, és elkészítjük az élelmiszercsomagot, akkor nem javasolt állati eredetű termék belehelyezése például egy szendvicsbe, mert a határon elvehetik esetleg ezeket a szendvicseket, megsemmisíthetik. Az alkohol és a dohánytermékek, illetve az üzemanyagok behozatala szabályozva van. Érdemes utána nézni, hogy a célországban milyen mennyiségi kötöttségek vonatkoznak ezekre, javasolja a sajtóreferens. Az unión belül megengedett a jövedéki termékeknek a magáncélú vásárlása és átvitele egyik országból a másikba. A nem kereskedelmi mennyiségű termékek esetén viszont nagyon szigorú szabályozások vannak. Nem mindegy, hogy légiúton, vagy vasúton, vagy közúton szállítjuk ezeket a termékeket. Erre is oda kell figyelni minden országnak a szabályára. A készpénzre is figyelni kell. Minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több készpénz, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be vagy onnan kilép. Hagyományos horvát napját rendezte meg a Nagykozári Horvát Önkormányzat keresztelő Szent János ünnepe alkalmából a hétvégén. Horvát nyelvű szent mise, majd folklór műsor következett a művelődési házban. A közös vacsora után barátkozással és tánccal zárult az este. Jelentős horvát közösség él a Baranyai Nagykozárban. A helyi horvát önkormányzat szívesen együttműködik más intézményekkel és szervezetekkel. Mindezt azért, hogy megőrizze a horvát nyelvet, kultúrát és hagyományokat a helyi közösségükben. Emellett különböző kulturális, művészeti és sporteseményeket szerveznek, mely által megerősíthetik a közösség és a horvát kisebbség önazonosságát Nagykozáron belül. Ott jártunkkor keresztelő Szent János napjához kapcsolódva horvát napot tartottak június 22-én. Hát templomba elhangzott, de ez a nap a nagykozári falunak a búcsúnapja. Iványi, azaz keresztelő Szent Jánosnak a születésnapját ünnepeljük. És ez egy régi hagyomány már. A program horvát nyelvű szentmisével, Nagy Norbert celebrálásával a helyi templomban kezdődött. Itt a kátai Karasica kórus énekelt. Majd folklór műsorral folytatták az ünneplést a művelődési házban. Ezen fellépett a Szalántai Marica Kulturális Egyesület, a helyi óvodások, a kátai Karasica kórus és a helyi Biszer kórus. A közös vacsorára minden évben nagy figyelmet fordítanak. Ilyenkor finomabbnál finomabb, hagyományos ételeket tesznek az asztalra. Nem volt ez máshogy az idei évben sem. Horvát napra most egy vegyes pörköltet szeretnénk kialakítani. Eddig úgy néz ki, hogy jó lesz, de hát még nincs kész, majd a végén tudjuk csak megmondani, hogy jó lett vagy rossz lett. Úgyhogy hát ez a vegyes pörkölt, ez lapocka, köröm, csülök, hát fűszerek, amik olyanok, úgyhogy speciális fűszerek, amit legalábbis amit én szoktam bele csinálni. Úgyhogy nem minden, de ami olyan. Jót kedvű hangulatban, zenés táncos mulatsággal zárult az este. Az eseményről bővebben a Pannon Televízió, Bécsi Kör és a Horvát Fél Óra című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
Újra kezdődtek a terepi kutatások. Első Szulejmán szultán szigetvári Turbéki mauzóleuma körül a Pécsi Tudományegyetem és a Gülbaba Türbéje örökségvédő alapítvány együttműködésében. A dr. Papp Norbert által vezetett pécsi kutatócsoport a török TIKA állami ügynökség támogatásával még 2013-ban kezdte meg azt a tudományos programot, amelynek keretében 2015-re sikerült feltárni az 1566-ban Szigetvár ostroma idején elhunyt oszmán uralkodónak a Szőlőhegyen épített mauzóleumát. A terepi vizsgálatok 2019-ig tartottak, amelyek során sikerült feltárni a mauzóleum körül álló komplexum további tagjait, azonosítani és részben feltárni a mellett álló dzsámit, a dervis kolostort, a zarándokokat szolgáló vendégházat, illetve az őrség szállásához szolgáló barak és a palánkerőd egyes részeit is. Az erődtől délre azonosították Turbék város civilek által lakott helyét is. Kanapé égett tegnap reggel egy társasházi lakásban Komlón. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a város hivatásos tűzoltói megakadályozták a lángok továbbterjedését, eloltatták a kanapét és kiszellőztették a lakást. A tűzesetben csak az érintett helyiség károsodott, a falak kormozódtak, az ablak kitört, de a lakás többi részét nem érintette, lakható maradt. Az ingatlanban egy felnőtt és két gyermek tartózkodott a tűz keletkezésekor. Az egyik gyerek egy öngyújtóval játszott, ezért gyulladt meg a kanapé. Személyi sérülés nem történt. A régió híreivel folytatjuk. Átadás átvételi eljárás formájában a polgármesteri hivatal működéséről és az önkormányzat elmúlt éveiről szóló dokumentációkat vett át Berlinger Attila, Szekszárd újonnan megválasztott polgármestere Gyurkovics János alpolgármestertől. Berlinger Attila június 27-én csütörtökön teszi le a városvezetői esküjét. A kormányhivatal munkatársaival, Szekszárd jegyzőjével és Gyurkovics János alpolgármesterrel egyeztetve vett át különböző polgármestert érintő dokumentációkat Berlinger Attila, a vármegye székhely frissen megválasztott városvezetője. Azért ennek a nagy része az nem fizikailag papír alapon kinyomtatva van, hiszen több tonnányi anyagról beszélünk, ez más adathordozókon kerül ilyenkor átvételre. De én azt gondolom erről, hogy ebben a aktuális helyzetben, amelyben most Szekszárd létezik, hogy egy polgármester ebben az országban kicsit korábban lép be a hivatalába, előbb veszi át a jogköreit, mint az ország többi részében, ahol október 1-től jönnek majd az új polgármesterek és a testületek. Ez talán a városunk számára hasznos is lehet, hiszen van most egy átmeneti néhány hónapos időszak, ami alatt az új képviselőtestület felállásáig a polgármester úr, a jegyzőasszonyjal és a hivatal szakemberével részleteiben is sikerül megismerni a napi működéshez szükséges előírásokat, pénzügyi adatokat, jogi és más természetű információkat. A képviselő tehát az országban egyedüli módon október előtt kezdheti meg a munkát, hiszen a városnak idáig nem volt polgármestere. Ezeket a feladatokat Gyurkovics János alpolgármester látta el. Szerencsére talán az is ilyenkor jól jön, hogy azért 20 évet a polgármesteri hivatalban dolgoztam, ugye köztisztviselőként természetesen egy másik területhez van az embernek több köze, de mégis a kollégák ismerete, kollégákkal való korábbi jó viszony az ebben is segít, hogy zökkenőmentesen zajlik le ilyenkor az átadás átvétel. Berlinger Attila június 27-én csütörtökön a közgyűlés ülésén teszi le polgármesteri esküjét. A képviselő egészen idáig a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója volt, erről a jogszabályok szerint az új munkaköre miatt le kellett mondania. A mostani csütörtöki közgyűlésen ez is napirendként kerül előtérbe, hiszen a Babits Kulturális Központot egy önkormányzati 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaság irányítja, ahol most az ügyvezetői pozíciómról már lemondtam, összeférhetetlenség miatt, most pedig a közgyűlésnek kell döntenie arról, hogy ki lesz az új ügyvezető, ennek a napirendnek az előkészítése már zajlik. Gyurkovics János bízik benne, hogy az elkövetkező 5 év Szekszárd életében minőségi javulást hoz. Itt az elhangzottak előtt már megegyeztünk abba, hogy maximálisan támogatni fogjuk, segítjük. Október 1-ére, mire az új testület fel fog állni, akkor teljesen legyen számára átlátható,
és minden olyan dolgokat ismerjen meg, minden olyan dolgokkal szembesüljen, amit majd a későbbi munkája során kamathasznot tud és segíteni. A helyi testületbe a polgármester mellett bejutott 10 képviselő a kormánypártoktól, 3 az Éjjel Szekszárd Egyesülettől és 1 a Mi Hazánk Mozgalomtól. Tolna vármegye több településén is rendezvényeket szerveztek a Múzeumok Éjszakája országos eseményeire. Dombóváron, illetve Bonyhádon is érdekesebbnél érdekesebb előadásokat és kiállításokat nézhettek meg a látogatók. Országszerte közel 450 helyszínen mintegy 2500 kulturális eseménnyel várta a látogatókat hazánk legnépszerűbb kulturális rendezvénysorozata, a Múzeumok Éjszakája. A Tolna vármegyei múzeumok is csatlakoztak színes programokkal. Stábunk a dombovári, illetve bonyhádi helyszíneken járt. Ma este pedig itt a Múzeumok Éjszakáján a Dél-Dunántúli régió magyar fotóművészeinek természet- és állatfotóiból nyílt kiállítás. Ezzel is csatlakoztunk az Állatbarát Könyvtár országos programsorozathoz. Ez az az éjszaka, amikor minden életre kell. Dombóváron 13 helyszínen várt a látogatóit a Múzeumok Éjszakája. Felkérésüknek elegettéve már több alkalommal tartok itt állatvezetést most az idei Múzeumok Éjszakáján. Igaziból a Zsuzsa kért föl, Balipap Zsuzsa, a Művelődési Ház közművelődési szakembere kért fel engem, hogy tartsak tárlatvezetést, mert tudta, hogy érdekel a történelem, és emellett szülőfalum Nagyberkihely történetét is kutatom, úgyhogy a felkéréseknek elegettéve jövök ilyenkor a múzeumba, amit nagyon szívesen teszek, és nagyon szívesen tartok tárlatvezetéseket, mert én egy nagyon fontos missziómnak tartom ezt, hogy ha lehet így fogalmazni, hogy a múltat feltárjam és közzé tegyem az emberek számára. Farkas István, a Bonyhádi Völgységi Múzeum igazgatója elmondta, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is új programokkal készültek. Most az egyik fő attrakciónk az a Néprajzi Múzeum vándorkiállítása, ami a Tűzoltó Múzeumban tekinthető meg. Ma lesz ennek egy ünnepélyes megnyitója. Maga a kiállítás az augusztus végéig, egész pontosan augusztus 30-áig péntekig tekinthető meg. Illetve lesznek táncos, zenés programok, lángos, gyerekjátékok, egy életnagyságú jurtát építettünk, ahogy itt a hátam mögött látszik. Tárlatvezetéseket tartunk, hát egyszerre találkozik a kultúra a népszerű programokkal. Igyekszünk mindenkit megszólítani, igyekszünk mindenkinek egy nehezen felejthető élményt adni, a szép emléket a mai nappal. Dömény Krisztina elárulta, miért tartja fontosnak a múzeumok látogatását. Mert nagyon sokat tanulhatunk, a gyerekek is, a fiam, kulturálisan nagyon sokat adnak. Én jól érzem magam nagyon a múzeumokban. A leghosszabb éjszakán az ország minden szegletében az összes korosztály megtalálhatta a kedvére való attrakciót. Hűtő, fűtő, eszköz, ultrahang és laborvizsgálatokhoz szükséges tárgyak is megtalálhatóak a Magyar Gyermekmentő Alapítvány új gépjárművében. Az autó emellett terepen is tud közlekedni, így több helyre eljuthatnak majd a szakemberek. A szervezet munkatársai pénteken kezdték meg a szolgálatot Balatonlellén. Jelentkezik 11-1 hívónak, jó napot kívánok! Köszönöm, jó napot kívánok! 10 órával a Lelei gyermekmentőorvosi kocsi megkezdi a szolgálatot, ilyetén bejelentkeztünk. Hivatalosan is megkezdték a nyári szolgálatot a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársai Balatonlellén. A szakemberek már 17 éve vannak jelen a Balaton déli partján. Elsősorban itt a déli parton látunk el eseteket, egy olyan 60-100 kilométeres körzetet tudunk bejárni. 12 orvos, szakorvos váltja egymást a nyár folyamán egy olyan 3-4 napos turnusokban, illetőleg 8 mentőtechnikus. Elsősorban súlyos állapotú gyermekekhez kapunk riasztást nyáron, sok az allergiás reakció, vízi baleset, közlekedési baleset, sportbaleset, de természetesen minden más is előfordul. Tavaly nyáron 250 esetben volt szüksége a szakemberek segítségére, de 50 ambuláns beteget is elláttak. Nyáron sokkal figyelmetlenebbek a gyerekek és a szülők is, pedig sok baleset elkerülhető lenne, mondja dr. Gesztes Éva. Sajnos nagyon sok baleset, gyermekkori baleset az megelőzhető lenne, hogy erre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a víz közelben,
vízben mindenképpen tartsunk be alapvető szabályokat, hogy a gyerekek sisakban biciklizzenek, hogy ne zárjuk be őket az autóba pillanatokra, percekre sem, mert nagyon felforrósodik a levegő, és hőgutát tudnak elszenvedni. Tehát nagyon sok apró dologgal tudunk segíteni, hogy ezek a balesetek újra és újra ne történjenek meg. A kábeleket, tehát a fiókba elhelyezett gyógyszerpumpát is tudom folyamatosan tölteni. Idén nyártól egy teljesen új autó is segíti a gyors és hatékony munkát. A 45 millió forintos járművet adományokból tudták megvásárolni. A benne lévő eszközök szintén ugyanekkora értékűek. Benne lévő felszerelés az gyakorlatilag egy gyermekintenzív osztály felszerelésének felel meg. Egyedül röntgenkészülék nincs benne, de ultrahang laborkészülékkel is rendelkezik. Minden teljes méretválasztékban van jelen, illetve a gyógyszeralzenál is nagyon széles. Maga az autó, ez most egy új mentőautónk, ez egy mild hibrid autó. Az a előnye, hogy terepen is tud közlekedni, nem csak aszfalton. Megerősített futóműve van, direkt megkülönböztető jelzéses gépjárműnek készült, van benne hűtőszekrény, van benne melegítőszekrény, tehát a hűtés itt nyáron nagyon fontos, hogy a kúpok, gyógyszerek azok megfelelő hőmérsékletűek legyenek. Ugyanakkor egy Molino kampányt is indítottak a gyermekmentő kollégái. Ezek a kisméretű információs Molinók abban segítenek, hogy esés vagy akár fulladás esetén mit tegyenek a szülők a játszótereken. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Ciklus határok között ülésezett a régi közgyűlés, új szemlélet jöhet ősszel a képviselő szerint. Mentők, riasztások a hőségben, hétvégi összesítő Baranyában. Utazások és termékek mozgása, figyelni kell a szabályozásokra a nyaralóknak. Keresztelő Szent János napja, Horváth nap Nagykozárban. Szerdán a napos időszakok mellett egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, viharos széllökésekkel. A legmelegebb órákban 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lesz. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!